Hát kicsit mindenkinek karikás a szeme, azt hiszem ma reggel, mert hogy éjjel szurkoltunk Kenderesi Tominak, és nagyon nagy szeretettel köszöntjük a családját, Kenderesi néz Szűcsi Bolya, Tamás édesanyja és a két testvére, Péter és Lóránc. Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hát azt hiszem, hogy adódik a kérdés. Mit lehet ilyenkor mondani, mit érez ilyenkor egy édesanya, amikor látja a fiát egy ilyen sikert elérni? Azt hiszem, még teljesen nem sikerült felfogni, hogy valójában ténylegesen mi történt, de az biztos, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, mert elérte azt, amiért ő kiment, és dobogós lett. Sajtburesz meg volt? Szerintem még nem, majd az olimpiai faluban, de biztos, hogy sort fog most már rákeríteni. Gondolom beszéltek már azóta Tamással, mit újságolt, mit mesélt? Az volt az első neki, hogy azt vágod, hogy nem tudom, csak hány másodperccel maradtam le az aranydól. Mondtam neki, hogy nem baj, most ne ezzel foglalkozom, legalább maradt motiváció a jövőre nézve is. Hát és ráadásul a legnagyobb példaképe mellett úszhatott, ugye abszolút Phelps a minta, és láttam, hogy ott meg is ölelték egymást a díjátadó után, tehát gondolom, hogy már ez is egy óriási élmény az ő számára, hogy ilyen közelségben van az ikonjaival. Egészen biztos, hiszen ő 12-13 éves kora óta tényleg annyira példaképként tekintett a Phelpsre, hogy az összes fellelhető videóját, úszás videóját kielemezte, végignézte, most már olyan szintre jutott vele, hogy az angol nyelvű szöveget, ugye, amit alá mondanak, azt mind kívülről tudja. Elképesztő. Azért nem volt könnyű ideig vezető út, hogy hallottuk, hogy sérülések, betegségek nehezítették meg a felkészülést, de hogy nyilatkozta is azok képest, hogy nemrég még térszak szakadása volt, jó helyen állok, nem? Így van, jó helyen áll, úgy gondoljuk. Mivel bocsátottátok útnak, amikor elindult Rióba? Hát én azt mondtam neki, hogy mindenképpen hozzon haza egy érmet. Bár sikerült? Igen. Ipa? Mondtam neki, hogy ha nem kerül döntőbe, akkor nagyon kiröhögöm, de persze nem gondoltam komolyan, mert nagyon szurkoltam neki. Hát akkor meg volt a motiváció. Az öcskös nehogy kinevesse. Persze. Peti, te mit mondtál neki? Hát én annyit mondtam neki, hogy a döntőbe jusson be. Hát én még nem voltam olimpián, meg nem is tudom, hogy milyen nagy ez az esemény, de én úgy gondolom, hogy a döntő az még jó. Az valami nagyon nagy dolog, de hát lehet, hogy te is kijutsz majd egyszer, mert hogy te is sportos, sőt, te milyen sportot űzöl? Judo. Te judozol, és te pedig úszol, ugye? Na, hát gondolom, akkor a te példaképed is megvan most. Persze. Már. És kedvenc számod neked is, akkor a 200 pillangó. Akkor a gyerekek összecsapnak? Össze, rendszeresen. Na és ezt egy anyukának milyen? Nehéz. Végigélni. Nehéz az, hogy ugye a Lóri folyamatosan azt nézi, hogy Tamás ennyi idősen mit úszott, mit hogy kéne csinálni. Tehát ő küzd nagyon, hogy a nyomdokaiba léphessen. Hát hajrá. Kicsit Tomira visszatérve, annak idején nagyon, tehát most is gondolom, hogy nagyon sok áldozatot hoz a család is azért, hogy ő ilyen sikeres lehessen a sportban, és hogy tudjon edzésekre járni, stb. Egy picit elmeséli nekünk, hogy hogyan indult az ő úszó karrierje? Tulajdonképpen a Tamás 5,5 éves volt, amikor úgy gondoltuk, hogy tanuljon meg úszni, mivel én nem tudok. Akkor elvittük Bonyhádra a tanúszodába, hogy egy tanfolyamat járjon végig. Hol élnek önök? Mi akkor még Aparhanton éltünk, ez Bonyhától 10 kilométerre van, most már egy éve egyébként Pécsen élünk, pontosan az úszás miatt. És akkor Bonyhádon azt mondták, hogy kicsi, még majd vigyük vissza jövőre. Ott pedig akkor úgy nézett ki az úszoda, hogy a tanmedencétől a külső terület egy plexifallal volt levédve, és a Tamás látta a medencét, látta, hogy benne úsznak. És akkor azt mondta, de én úszni akarok. Azt se tudta, mi az, de valahogy érezte, hogy ez egy valami jó dolog lehet. Jól érezte, szerintem. És akkor elvittük Szekszárdra, de ott 2 hetet tanult, gyakorlatilag vízhez szoktatás volt ott valójában. Azt mondták, hogy jó a vízfekvése, és akkor szeptembertől kezdtük Pécsen. És látom, hoztatok érmeket is, erről egy kicsit beszélni, hogy ezek milyen érmek? Igen, 2 olyan érmet hoztunk, ami egészen az éjszakáig a legértékesebb érmek voltak. Legnagyobb büszkeség, segítünk kibontani szerintem. Mutatom akkor időben. Jó. Ugye 2014-ben a Tamás a Nanjing ifjúsági olimpián aranyérmes lett szintén 200 méter pillangón. Annak az érmét hoztam el. Gyönyörűséges. Ugye ez egy nagyon fontos eredmény volt neki, bár ő mindig azt mondta, hogy nem jegyzik sehol azt, ami még nem felnőtt. Ő mindenképpen a felnőttek mezőnyébe szeretett volna bizonyítani, mert azt mondta, hogy addig, amíg ott nem bizonyít, addig senki nem tudja, hogy ő kicsoda.
lehet, hát hogy garantáltan tudja egy ország, sőt, egy világ, hogy ő kicsoda. A Tamás karrierjében is, úszó karrierjében is volt egy olyan pont, amikor kicsit lemondtak róla. Ez mikor volt nagyjából? Hány éves korában? Tulajdonképpen nem is kicsit, ez olyan 10-11 éve, mondjuk 10 éves korában volt, akkor az Egyesületnél csoportbontások voltak, és ő átkerült abba a csoportba, ahol úgy gondolták, hogy mondjuk úgy, hogy a hobbi úszóknak jó lesz az a csoport. Ő bekerült akkor oda. Az első pár napig nagyon el volt keseredve, de eltelt körülbelül egy hét, és akkor egyszer azzal állt elő az én gyakorlatilag 10 éves fiam, hogy tudod, anya, Imre bácsitól kaptam egy új esélyt, és megmutatom. És megmutatta. És azóta is együtt dolgoznak. Hát gratulálunk még egyszer, fantasztikus siker, amit elért, és nagyon sokat fogunk még szerintem hallani a Tomiról. És ez a párhuzam, azt hiszem, hosszú Katinkával, ez tényleg egészen nagy dolgokat is előre vetíthet, úgyhogy sok sikert kívánunk. Sok sikert kívánunk, igen. Nagyon szépen köszönjük. És ha már Katinkát említettük, akkor hamarosan a Mokkában Shane és Katinka kapcsolatáról fognak beszélgetni a műsorvezetők, mi pedig búcsúzunk innen a Kopaszigátról. Köszönjük szépen. Köszönjük.